fejem, hogy a falba verjem, én boroszabb leszek, mint az ördög. Ha eszembe jut, ne pörgök, mint a kerék, meg a kormány, meg a mindenható kormány, meg a kurvám, hát a sors se nedves, de hozzám mindig kedves. Igazából tényleg már majdnem egy éve eltelt azóta, és elég sok idő ez ahhoz, hogy közben a zenekar dolgai elég nagy lépteken haladnak közben előre. Úgyhogy igazából nem ezzel a koncepttel, ennek a koncertnek az emlékével kellünk, hogy fekszünk. Mindenestől az egészen biztos az elmondható, hogy a tankcsal történetében egy nagyon emlékeztetés, meg nagyon, nagyon fontos koncert. Nem csak a jubileum miatt, az évszám miatt, hanem a hangulat az ott tapasztalható hangulat miatt, a közönség és a zenekar egymással olyan szinten kommunikált, vagy olyan szinten volt jó a közös, mondjuk úgy, a közös koncertélmény, amit a közönség adott nekünk és amit mi adtunk a közönségnek, hogy ezt azt gondolom, hogy aki ott volt, és ezzel volt természetesen mi sem vagyunk kivételek, sőt. Mi is ott voltunk. Igen. Szóval, hogy aki ott volt, az abszolút átérezte ezt, és bízom benne, hogy ez a koncert felvétel is, aki megnézi otthon valamilyen szinte, legalábbis visszaadja számára ezt a fajta hangulatot. Amikor felmerült ez, hogy 15 éves a tankcsapda és jubileumi koncert, akkor ez rögtön egyértelmű volt, hogy ez a koncert Debrecenben lesz. Tehát fel sem merült az. Az egyértelmű. Az teljesen. Hát pontosan azért, mert... A 20 éves is ott lesz. Debreceni zenekar vagyunk, és mivel Debrecenben van egy olyan helyszín, ami lehetővé tesz egy ilyen jellegű koncert, azért nem is volt kérdés, hogy hol csináljuk. Hogyha nem lenne Debrecenben egy ilyen helyszín, vagy nem lett volna ez a helyszín, vagy nem lenne ez a helyszín, akkor minden bizonyal gondolkoztunk volna, hogy milyen megoldást találjunk rá. De mivel van ez a főnőccsarnok, Debrecenben, debreceni zenekar létére, a tankcsapda nem is gondolkozott azon egyetlen másodpercig sem. Az persze más kérdés, hogy azt a tavaly őszi turnét, az 13-14 koncertet jelentett, ebből természetesen voltak vidéki és budapesti és debreceni koncertek is. Ezek a koncertek mindenhol a 15 éves jubileum jegyében teltek el, és a koncertműsor a szokásosnál hosszabb volt, mint egy átlagos tankcsapda koncerten. Igyekeztünk színpadképben is, meg mindenféle szempontból hozzátenni az egyébként is általunk maximálisnak megálmodott koncertekhez. Tehát ilyen szempontból az egész turné, az egész 14-15 koncert ennek a jubileumnak a jegyében telt el mindenféle értelemben, de amit mi a jubileumi koncertként apostrofálunk, hogy ez Debrecenben legyen, az nem volt kérdés egy pillanatig sem. Olyan város Debrecen a tankcsapda szempontjából, a turnék szempontjából, hogyha kezdenéd magad unni, akkor tudod, hogy el tudsz indulni turnézni, amikor meg elkezdesz fáradni a turnéval, akkor tudod, hogy van hova hazamenni, ami ráadásul jó érzést jelent hazamenni oda, élhető léptékű a hely, érted? Nem túl nagy, nem túl kicsi, ha akarsz, el tudsz tűnni az emberek szem elől, de ha akarsz, tudsz pörögni is. Igazság szerint pont egy olyan léptékű, olyan kaliberű város, magyar viszonylatban természetesen, amit életterünkül nem csak azért választottunk, mert ott születtünk, mert nyilván elköltözhetünk volna sok más zenekarhoz hasonlóan, akár a fővárosba, akár bárhol máshova. Azért nem tettük meg ezt soha, mert nem éreztünk egyetlen percig sem szükségét annak, hogy mi ezt a várost bármilyen értelemben véve, a szó negatív értelemben véve elhagyjuk. Az viszont mindenféleképpen nagy dolog volt, hogy Debrecenben, ahogy a buli után egy-két-három hét múlva így mászkáltunk, ugyanúgy bevásárlásból, tehát a szokásos helyek,
olyan arcok, meg olyan emberek szólítottak meg, hogy kurva jó volt a koncert, ami nem szokott, tehát nem szokványos dolog, tehát teljesen nem olyan fazonoktól jöttek a dicséretek, nem olyan emberektől jöttek a pozitívumok, meg az összekacsintás, meg a váveregetés, akitől ezt vártam volna. És ez így tényleg ilyen, tehát így ilyenkor büszke az ember, mert jól esik, tudod, hogy a kisgyerektől kezdve a pénztárgépes öregasszonyon keresztül, a bank tisztviselőn keresztül mindenki azt mondja, hogy fú, de kurva jó volt a decemberi koncert. És ez alapjában véve ez kurva nagy dolog egy ilyen zenekartól, ami nem egy, mit tudom én, egy olyan zenét képvisel, vagy zenét csinál, ami mit tudom én, mindenkinek szól, ahogy gondolom én. Tehát csak egy stíluson belül gondolkoztunk eddig, de igazság szerint a Főnix csarnokban úgy gondolom, hogy a lehetőségeink határát egy kicsit túlléptük. Én úgy gondolom. Ez a koncert szerintem azért volt valóban a kicsit talán ilyen patetikus, a jelző különleges hangulatú, de talán mégiscsak az, mert ezt a, és nem akarom senkinek a lokál patriotizmusát megbántani, megsérteni, de ez egy debreceni zenekar, debreceni, azt gondolom, hogy egy kiváló koncerthelyszínen lévő, teltházas debreceni koncertje volt. Magyarul ez nem egy az ország egyébként vízfejű mi voltát tovább erősítő olyan koncert volt, ami arról szól, hogy igyekezzünk az ország legnagyobb városában csinálni egy viszonylag nagy koncertet, ami a saját városunkban szerettük volna mindezt megcsinálni, és meg is történt mindez, és hogy megérettük mindezt a közönség, és meg mi is azt éreztük azt a fajta együtt tartozást, talán ezek ilyen nagy szavak, vagy nem tudom, de azt gondolom, hogy ezt jól példázta az, amit Tamás is mondott, hogy az utcán valóban utána hetekkel később is olyan emberek jöttek oda hozzám is gratulálni, egyáltalán csak vállat veregetni, hogy klassz volt a buli, akikről egyébként nem, hogy azt nem gondolnám, hogy Tankcsodát hallgat, hanem hogy egyáltalán a könnyezemnek a keményebb műfaját valaha is, akár csak érintőlegesen is ismerte, vagy egyáltalán foglalkozott vele, idősebb emberek, fiatal emberek, teljesen más stílusú, a külsejüket tekintve teljesen más stílusú emberek is jöttek oda hozzám is az utcámmal, vagy bárhol máson, postán, akárhol. Egész egyszerűen csak azt mondani, hogy köszönjük szépen, mert tök jó volt a buli. Egész egyszerűen csak azért, mert érezték azt, hogy ebben valóban a szó mindenféle értelmében nagyon sok energiánk, nagyon sok munkánk és nagyon sok érzelmünk is fekszik ebben az egész dologban. Mi azt gondoltuk, hogy csinálunk egy nagyon jó bulit. Ez egy méltó helyszín ahhoz, hogy így megünnepeljük a közönséggel együtt a zenekarnak a munkásságát, vagy a pályafutását, vagy mit tudom én. De ennyi ember abszolút nem számítottunk. Tehát ez így, nekünk is meglepetés volt, hogy ez ilyen jól sült el. Amikor egy fél évvel ezelőtt a Főnix csarnokhoz képest fél évvel ezelőtt, ha jól sátszorom, volt egy Iron Maiden koncert a Főnix csarnokba, és akkor az is egy ilyen szerencsés koncert volt, hogy piszok sokan begyűltek, tehát azt hiszem az volt a néző csúcsa Főnix csarnokba addig, utána jöttünk mi. Szóval az a lényeg, hogy ott elmentünk erre a koncertre, és hát sikerült kicsit iszolgatni is, de az a lényeg, hogy egy tényleg egy kibaszott jó Iron Maiden koncert volt. Tehát egy nagyon jó hangulatú Iron Maiden koncert volt, nagyon sok ember volt, és akkor, mint néző, éreztem meg annak a helynek az atmoszféráját, hogy tudod, ilyen aréna hangulata van, tehát ilyen több szintes, és itt viszont minden szegletében rá lehet látni a színpadra, és amikor Dickinson, tudod, a Running Free, meg mit tudom, az nem is volt, minden lényeg, szóval magyarunk, amikor mindenki énekelt, az, hogy átszóltak az énekhangok is, meg minden, akkor volt bennem az érzés, hogy fú, de jó lenne egyszer egy ilyen koncertet játszani a Főnix csarnokban, kurva jó lenne, hogyha egy ilyet lehetne csinálni. Mert tényleg adottságaiba a Főnix csarnok pozitívumára legyen mondva, ott tényleg ez egy ilyen aréna hangulata van. Tehát a megvan a küzdőtérnek a hangulata, a pogózóknak, a villázóknak, megvan az ülőhelyeknek is, aki már kicsit kiöregedett, és még mindig szeret villázni, meg három sor után énekelni, annak is megvan a helye is, és ez az egész, egy olyan atmoszférát ad az egésznek, hogy tényleg nagyon jó bulikat lehet ott csinálni. A Főnix csarnok azért is valóban egy speciális helyszín ilyen szempontból, mert addig, amíg mondjuk egy 10-15 ezer fős nyári fesztivál, ahol az emberek nyilván síkban helyezkednek el, ezért aztán az első, mondjuk a 8.-10. sortól kezdve hátrafelé nem nagyon lehet látni az embereket, csak egy nagy massza, ugye, mert belevész a tömegbe az egyes ember. Ezzel szemben a Főnix csarnok kialakításánál fogva, amiről Tamás beszélt, egyfajta ilyen aréna hangulata van, egyfajta ilyen
tényleg ilyen arena hangulata van. Kis túlzással, amikor mondjuk a sokkolámpák beindultak a színpadon, mondom, kis túlzással minden egyes ember mellett látni akár az arcát. Tehát annak ellenére, sok ember befér erre a helyre, annak ellenére, hogy nagy helyszín, és valóban egyfajta mondjuk úgy nagy koncert hangulatát idézi egy ilyen helyszín, nyilvánvalóan persze, hiszem az is. Ennek ellenére mégiscsak van egyfajta ilyen, talán hiányzik egyfajta ilyen klub hangulata, hogy egész egyszerűen az emberek még nincsenek annyira messze a színpadtól, és te sem vagy tőlük annyira messze, hogy mondom, egy megfelelő fényviszonyok között ne lehessen akár az emberek arcát látni, és hát ez nyilvánvalóan egy zenész számára, aki a színpadon áll, azért nagyon fontos, mert ha közvetlen visszajelzése van a közönségtől, hogy jó az, amit csinálsz, akkor az annál jobban spanul, és annál jobban, amit csinálsz, és az oda-vissza működő dolog, mint egy pingponglabda. Valamilyen szinten egy számon túl teljesen mindegy, hogy mennyien vannak. Az, hogy most ezren vannak, 5000-en vannak, vagy 10000-en vannak, valamilyen szinten teljesen mindegy. Ez akármilyen nagyképűen hangzik is, mert neked a színpadon ugyanazt adja. Például most nem akarok más koncerteket hozni, de például egy Diáksziget az azért speciális, mert olyan a helynek az adottsága, hogy látsz egy fajta vonalon kifele, ami azt mondják, hogy fú, de sokan vannak. És amikor a végén búcsúzunk a közönségtől, szokásosan tangcsapdáson, dobverő, dobálás, bőr, meg minden, akkor kimész, és akkor döbbensz rá, hogy mennyien vannak, mert nem is látod. Tehát egész egyszerűen a koncert végén szembesülsz azzal, hogy fú, bazd meg, ennyien voltak. Tehát ilyen szinte ez a szint. Ezzel szemben a Főnix csarnokban tényleg az volt, hogy úgy kezdett a koncert, hogy ugye lehullott ez a lepel, és akkor beindultak a lámpák, mi is elkezdtünk játszani, felkapcsolták a fényeket is, és itt egyszerűen, mint hogy oda lett volna vetítve elé 10000 ember. Jaj, és mindenki, hát ez szó szerint speciál nálam így volt, hogy így megláttam az embereket, azt így a zapszem így össze. Hozzáteszem, hogy buli előtt, amikor már volt még 5 perc a kezdésig az intróig, mondták, hogy nem jössz ki, nézzük meg egy oldalról, kukkoljunk, hogy mennyien vannak, és mondtam, hogy nem, ezt, és tényleg nem mentem ki az egész koncert a vendégzenekarok műsődő alatt, nem mentem ki szándékosan azért, hogy ezt a flash-t megérhessem, hogy amikor lehull a fehér az a függöny, ami előttünk volt, hogy amikor először meglátom a közönséget, akkor milyen lesz így az érzés, hát így elég súlyos volt, de tényleg az volt. Lepel lehúzásra, ezt Leventet találtak, hogy legyen ilyen lepel. Jó, hát nem ez nagy újdonság, mert 100 millió csinálták, de óriási elme volt egy kitalálni, ez tényleg jó poén volt, de az, hogy ezt megbeszéljük, és akkor a technika, mi készültünk, ezt nem lehet megoldani, belebetegedés, a Lourdi házba volt dedikálásunk, és ott kikészülés, nem, ez így nem lehet, megbeszélés, már kínomban lefeküdtem a Lourdi házba a kajálás közben, mert Levente iszonyú hisztibe volt, hogy már pedig ez így nem, a dizájn felül, a függöny, mert minden, tehát ezek, hogy Főnix csarnok, meg spontán buli, ez így kimondva, ez egy mennyi, 10 másodperc, 5 másodperc, de az, hogy ez így kialakul, ez az egész dolog, meg mind a hármunk kompromisszumra jutunk, illetve ebből lesz egy megvalósítás, és végre lesz a koncert, ezért azért itt elég kemény dolgok, meg elég kemény balhék, meg összetűzések, veszekedések, kibékülések, kompromisszumkötések, tehát azért ez egy elég sokrétű dolog. Igazából én nagyon rászoktam parázni az ilyen technikai dolgokra, hogy fény, meg színpad, meg design, meg mit tudom én, és direkt próbáltam magam távol tartani ettől az egésztől. Az építkezés az már jóval hamarabb elkezdődött, mint a buli, és nem is mentem még a környékére sem, hogy ne parázzam túl a dolgot, vagy ne idegeskedjek valami, és délelőtt kimentem, koncert előtt nyilván, és megláttam a festett P betűt, és nem úgy csinálták, mint ahogy kellett volna, és abban én teljesen belebetegedtem, olyan szinten, hogy jó, egyébként nem, nyilván nem ettől, mert valami vírus, vagy akármilyen influenza dolog volt, hangom elment, lázas voltam minden, tehát én igazából ilyen szinten nekem is egy nagy küzdelem volt ez egész bulit így végigcsinálni, mert tehát egy az, hogy teljesen be voltam stresszelve ettől az egésztől, plusz milyen betegség, de hát most ez egy ilyen dolog, hogy ezeket félre kell tenni, és azt a képet kell mutatni, hogy fú, mennyire ezért. Végülis ez sikerült is, azt gondolom, de ezzel nem volt probléma. Na, egy visszatérve erre a P betűre, hogy hát megláttam délőtt, és totálisan belebetegedtem, hogy nem, és de hát jó ez, nem. Hát akkor mit? Hát akkor menni kell a
ebben meg abban az üzletben menni sprét, mindenféle dolgokat, és akkor nézzél, és akkor mit tudom, délután kettőkor még ott álltam dobszínpadon. Milyen délután kettő? A Zanzibár még játszott, azt ja, még hátul festették a pépet. A Zanzibár játszott, ott volt a lepel, és még ott íz, és ja, mondtam, hogy még ott egy kicsit kanyarodj meg, és akkor ott még fesd le, meg mit tudom én. És én például ilyen szinten egy ilyen dologban bele tudok betegedni, most bele is betegedtem. Ezt a bulitot meg tudjuk csinálni, ez nagyon-nagyon sok ember, nagyon nagy munkája, meg tényleg ilyen szívessége, meg egyáltalán. És ez egy ilyen komplex dolog, mert másokban is működik ez a debreceni dolog, hogy a tankcsapda, vagy a 15 év, és ebben nagyon-nagyon sok ember munkája van egyébként, akikről így az ember szokott, vagy elfelejtkezik, vagy valami, de így van, és nagyon sok ember a szívén viselte ugyanúgy ezt az egész. Ezt nagyon ügyleges, de egyébként felhoztam, mert a tankcsapda zenekarnak hatalmas erőssége az, hogy hasonló érzésű debreceni srácok állnak mellettünk, akik nem feltétlenül azért dolgoznak a zenekarral, mert ebből bármilyen extra egzisztenciális profitot tudnak termelni, hanem azért, mert hisznek a zenekarba. Tehát vannak olyan srácok, akiknek feltettük azt, hogy a kérdés, hogy szeretnénk ilyen meg ilyen koncertet csinálni, hogy szeretnénk a jövőbe ezt meg ezt elérni, és mit szóltok hozzá, és azt mondták, hogy figyelj, a tankcsapda mindennél fontosabb, tehát olyan emberek állnak mögöttünk, és olyan emberekkel tudunk dolgozni, akik hisznek a zenekarba, pont azért, mert ők is lokálpatrióták, meg tankcsapda rajongók is, és ez egy hatalmas dolog, tehát nem feltétlenül olyan emberekkel dolgozunk a háttérbe, akik szárazon a megélhetésért teszik ezt a dolgot, hanem azért, mert hisznek ebbe a dologba. Tehát a magyarul ugyanúgy tudnak örülni egy tankcsapda sikernek, és nem csak azért, mert ebből profitálnak, hanem azért, mert a sikert maguknak érzik. És ez nagyon-nagyon fontos. Volt a Lacival egy fogadásom. Hogy nem mutatsz rá. Satú részegen, ja. Hogy én kurva kemény gyerek vagyok, és azt, valamit én a fejembe veszek, akkor az úgy van. Laci, te persze, ez buli után volt. Na, miért pálinkád? mert akkor már iszogattunk. És akkor mondtam, hogy én akarom, akkor nem gyújtok rá egy évig. És akkor Lukács részegen mondta, na fogadjuk, hogy nem bőr ki. Körülbelül ilyen szinte. És mondtam, hogy figyelj, ez az utolsó cigim, és elnyomom. És akkor egy évig nem fogok rágyújtani. Oké, próbáljuk meg. És akkor na fogadjunk, mivel fogadjunk. És akkor mondtam, hogy oké, akkor a főnis csarnokba le fogod tolni a gatyádat. De akkor egy évig nem fogok rágyújtani. És akkor egy évig nem jutottam rá ezért, hogy Lukács letolja a gatyát. Egy kicsit így elsumákolt, tehát egy ilyen sumákba csinálta meg, de végül is megcsinálta így felém. Bele is öntöttem a pergőt a sejhajába, de igazság szerint utána, amikor már lejöttünk a színpadról, már ott az a számba a cigi, tehát azóta megint cigizek. De a legnagyobb köcsönség az volt, hogy oké, letoltam a gatyámat, mutattam fejesnek, persze, hogy nagyon lehessen látni, gyorsan visszahúztam, és ahogy jöttünk le a színpadról, a dobtechnikus a törőközőt, hogy a vállára terítette, már nyomta a szájába a cigit, és Eddig szólt az egyesség. És azóta is dohányzok. Szóval az a lényeg, hogy ilyenek is voltak a buliban. Tehát ez már egy ilyen vicces dolog valamilyen szinten. De hát innen látszik, hogy egy évig készültünk erre a koncertre. Tehát nekünk már előző év, december 31-én már a fejünkben volt, hogy csinálni fogunk évvégén, egy év múlva egy főnis csarnokos koncertet. Egyébként azt, hogy mit csináltunk a buli után, én például ezen a jubileumi, 15 éves jubileumi turnén, abban a 2-3 hónapban nem ittem egyáltalán alkoholt. Nem csak a koncertek előtt, alatt vagy után, hanem abban az időszakban egyáltalán. Mert mit tudom, kitaláltam, hogy én most nem fogok alkoholt inni, mert milyen klassz lehet józanul játszani, próbáljuk ezt is ennyi év után. És egész túl nem ittem ezt egyáltalán, mondom, a hétköznapokon sem, meg a koncerteken sem, előtte sem, utána sem. Viszont én a Tamás dohányzáshoz hasonlóan kitaláltam azt, hogy a főnis csarnok koncert, az utolsó koncert, a jubileumi koncert, amikor annak vége van, ha minden klassz lesz, és ez így is volt, lejök a színpadról, berontok az öltözőbe, és azonnal elkezdek italozni, és hát őszintén szóval, mire a dedikálása költsadni, azért mondtam az előbb, hogy cseresznye a náthától volt kész, mert mástól voltunk készen, én már amikor dedikálás volt, akkor már elég fogtam a tudat, és már írtam mindent, ami eszembe jutott, hogy Sándor, Kossuth, vagy és minden. Igazság szerint az volt az benne a vicc, amikor benn voltunk a zuhanyzóba, már ment a cigizés, meg akkor már pergőztünk, és akkor már
az, hogy lement a koncert, iszonyú buli, meg minden, és akkor már mit próbálgattunk a nevem rockot. Igen, valóban. Tehát már ott... Tényleg. Már ott, 15. éves júliusban koncert után, 15 perccel, a zuhanyzó alatt, egy százban. Tamás, a nevem rock, és a következő... Szappanozás. És a következő lemez, ú, de jó lesz, mert a következő számban a nevem rock, tehát igazság szerint ez egy tök jó buli volt, meg le van zárva, meg nagyon jó, hogy erről így tudunk erről beszélni. De ez tipikusan jellemzi a zenekart, hogy azzal a koncerten vége volt az időszaknak, 15 éves jubileumi koncert megvolt, és már az öltözőben, az zuhanyzóban, már a következő lemez, hogy a nevem rock, már itt tartottunk. Az élet a legjobb, miért?